Habemus Papam, Cardinalem Ratzinger. április 19-én a történelem egyik legrövidebb konklávéja után a bíborosi kollégium a híres német teológust József Ratzinger bíborost választotta II. János Pál pápa utódjává. Abban a pillanatban, ahogy már gyakran mondtam, a szívemben ezek a szavak visszhangoztak. Uram, miért kéred ezt tőlem? És mi az, amit kérsz tőlem? Nehéz teher az, amit a vállamra teszel, de ha ezt kéred tőlem, a te szabadra kivetem a hálót. Biztos vagyok benne, hogy te vezetsz engem minden gyengeségemmel együtt is. A Szent Péter Bazilika központi erkélyéről az új pápa úgy mutatkozott be, mint az alázatos munkás az Úr szőlőjében, aki 15. Benedek pápa és Nursiai Szent Benedek tiszteletére vette fel a 16. Benedek nevet. 5 nappal később, a pontifikátusa kezdetét jelentő Szent Misén felvázolta pápai szolgálatára vonatkozó elképzeléseit. Igazi programom nem az, hogy a saját akaratom szerint cselekedjem, nem az, hogy saját elképzeléseimet kövessem, hanem hogy az egész egyházzal együtt hallgassam az Úr szavát és akaratát, hogy ő vezessen, hogy ő maga vezesse az egyházat történelmünknek ebben az órájában. És így kezdődött pápasága, amely 8 évig tartott. Az új pápával új kormányzási stílus jött a Vatikánban, amelyet a józanság, a párbeszéd és az alapokhoz való visszatérés jellemzett. Kedvessége, közvetlensége és alázatossága sokakat meglepett, akik mindaddig merev és távolságtartó teológusnak és inkvizítornak hitték. 16. Benedek számára korunk legnagyobb problémája a hit hanyatlása volt. Folyamatosan emlékeztetett bennünket az igazság aktív hirdetése, a hagyomány vállalása, a Szentírás és az Eukarisztia misztériuma újra felfedezésének fontosságára. Számos tanítóhivatali dokumentuma közül, a 3 enciklikája közül az első, a Deus Caritas Est, mint a keresztény szeretethez szóló óda, és mint pápasága megértésének kulcsa emelkedik ki. Manapság az általunk ismert terminológiában a szeretet gyakran nagyon távolinak tűnik mindattól, amire egy keresztény gondol, amikor a szeretetről beszél. A magam részéről szeretném megmutatni, hogy ez egy indítatás, amelynek különböző dimenziói vannak. Az érosz, a férfi és a nő közötti szeretetnek ez az ajándéka ugyanabból a forrásból, a teremtő jóságából származik, mint az önmagát a másikért odaadó szeretet. Az érosz annyiban alakul át agapévá, amennyiben a szerelmes pár valóban szereti egymást, és többé nem önmagát, saját örömét, saját élvezetét keresi, hanem mindenek előtt a másik javát. Ez a szeretet, az érosz, a megtisztulás és elmélyülés folyamatában szeretetté alakul át. XVI. Benedek szerint a szeretet szükségszerűen arra késztett bennünket, hogy egységre törekedjünk keresztény társainkkal, őszinte párbeszédre más vallásokkal, különösen az iszlámmal és a judaizmussal, és nagyobb elkötelezettségre az egyre inkább szekularizálódó nyugattal, visszahívva azt keresztény gyökereihez. Egy új vatikáni hivatalt hozott létre, amelynek célja az egykori keresztény vidékek újbóli evangelizálása. Több mint 30 nemzetközi útja során a pápa személyesen lépett kapcsolatba a hívek millióival minden korosztályból és társadalmi osztályból, és ők lelkesen fogadták őt. A fiatalok hatalmas számban jelentek meg a kölni, szidnéi és madridi ifjúsági világtalálkozókon, és ő megszólította őket. Hogyan használjátok a nektek adott ajándékokat, az erőt,
amelyet a Szentlélek még most is kész nektek adni, hogy szabadon éljetek vele. Milyen örökséget hagytok a következő fiatal korosztályokra? Milyen változást fogtok elérni? 16. Benedek pápasága alatt olyan egyházat mutatott be a világnak, amely képes felismerni az igazságot és igazságosan cselekedni. A botrányok ellenére a Vatikánban jogalkotási és gazdasági reformokat indított el, különösen a szexuális visszaélések és a Szentszék pénzügyi gazdálkodásának terén. A világ előtt vállalta a felelősséget a papság által elkövetett hibákért és visszaélésekért, alázatosan bocsánatot kért, és elindult a megtisztulás és vezeklés útján. 2007-ben a kínai hívőkhöz intézett levelében a Kínában kialakult különösen nehéz helyzetre válaszolt, tiszteletteljes és építő párbeszédre buzdítva az egységért és az egyház közösségéért. Saját szavai szerint ez a 8 év nem volt könnyű. De voltak viharos napok is, nagy hullámokkal, ellenszéllel, mint az egyház egész történelme során, és úgy tűnt, hogy az Úr alszik a hajóban. De mindig tudtam, hogy ebben a bárkában az Úr velünk van, és azt is tudtam, hogy az egyház bárkája nem az enyém, nem a miénk, hanem az övé, és az Úr nem hagyja, hogy elsüllyedjen, ő kormányozza. . 2013. február 11-én 16. Benedek meglepte a világot, amikor bejelentette, hogy lemond a péteri szolgálatról. Többé nincs visszaút a magánéletbe. Döntésem, hogy lemondok a szolgálat aktív gyakorlásáról, ezt nem semmisíti meg. A magánéletbe nem térek vissza. Utazásokkal, találkozásokkal, fogadásokkal, konferenciákkal. Nem hagyom el a keresztet, hanem új formában leszek ott a megfeszített Krisztus mellett. Nincs többé egyházkormányzati hatalmam, de az imádságban ott leszek, hogy úgy mondjam, Péter árnyékában.